milyen probléma van a vagykonszulnak? Nem gondolja úgy, hogy elegáns gesztus lett volna félretenni mindenféle párt szimpátiát és a ellenzékkel közösen megemlékezni erről az esetről? Ez most érdekel teszi fel ezt a kérdést. A várossal ide a templom elé rendezte ezt a megemlékezést, a mécsőgyújtást. Én azt gondolom, hogy ez rendben is van. Tehát a városi megemlékezés itt van. De a másik megemlékezés, amit civilek szerveztek, vagy náluk miért nem gyújtott gyertyát? Hát most civilek szervezték ezzel? Hát vagy mind a kettő. Akkor itt azt mondom, hogy itt a város szervezte, ahol szintén volt a civilek nagyon sokan. És ő miért nem gyújtott gyertyát mondjuk a másik? Azért, mert holtakról én itt templom előtt szoktam megemlékezni. A Kossuth szobornál a magyar történelem dicső dolgairól, vagy kevésbé dicső dolgairól emlékezünk. Értem. Köszönöm szépen. Viszlát. Ugye elegáns gesztus lett volna, nem külön választva megemlékezni erről az esetről. Ennek mi a véleménye? Mi tegnap, mikor jött az ötlet, és nekikezdtünk a szervezésnek, az elsők között volt az, hogy a város fideszes vezetői közül felhívjak embereket és kapcsolatot létesítsek velük. Azt a választ kaptam, hogy a város fekete lobogó kitűzésével fog szolidálni az áldozatokkal, és nem terveznek semmilyen eseményt erre az időpontra, semmilyen rendezvényt ezen kívül. Nagyon nagy meglepetésként ért bennünket, hogy amikor kijöttünk, arról tájékoztattak bennünket, hogy 4 órától a nagy templom előtt a város fog ilyen rendezvényt tartani. Én tegnap elmondtam, hogy ha a Fidesz vagy a város szervez ilyen rendezvényt, akkor nagyon szívesen csatlakozunk, mert ez egy olyan esemény, aminek abszolút politikamentesnek kell lenni, bár a politikát nagyon érinti. Elvártuk volna azt, hogy viszont kapunk egy telefonhívást, hogy mégis úgy döntöttek, hogy tartanak egy rendezvényt, és akkor minden további nélkül lemondtunk volna a lehetőségről, hogy együtt hajtsunk fejet az áldozatok emléke előtt. Köszönöm szépen!